vadonatúj mintával ellátott termékek. A videósbolt.hu oldalon. Oh my god! Üdvözlök mindenkit! Sziasztok, az én nevem Ulvotrekkel! És itt van! Nincs itt senki. A játék neve! Police Stories! Rendőr Story! Oh yeah! Ezt a játékot egyébként már elég régóta követtem Steamen, és most jött ki, vagyis hát a mai nappal jött ki, és... én azonnal ki akarom próbálni. Ugye nagyon fog hasonlítani, hogyha esetleg nem tudom, van-e köztetek olyan, aki ismeri egyébként a Hotline Miami-t. Felső nézetes lesz a játék, de ebben a játékban rendőrök leszünk, és meg kell hatolni helyekre. És nagyon szeretem, hogy ilyen pixeles lesz a játék, ilyen pixel játék tulajdonképpen. És tudnánk valakivel játszani, hogyha itt lenne velem valaki, tudnánk itt helyi kóban is játszani, de azt most kiadjom, úgyhogy én egyedül fogom tolni neki. Rick Jones apartmentje! Oh yeah! Válasszam ki a nehézségi fokozatot. A standard ugye az az átlagos. Hát gondolom az az átlagos, az easy az meg a gondolom nagyon segít. Én átlagos akarok lenni, és itt vannak tulajdonképpen a pályák. Itt van az első hívás Armadillo bárban történt, és oda kell behatolni. Akkor legyen az első, és itt van egy kis beszámoló, hogy mi a helyzet, a dispatch mondja nekünk. És itt vannak az objektívek, amiket meg kell csinálnom a játék alatt, vagyis hát a pálya alatt. Például az, hogy mindenkit likvidáljak, és biztosítsam a helyet. 7 darab gyanúsított van ezen a pályán, és 3 darab civil, és a feladatnak a nehézsége, valamint a küldetésnek a nehézsége az a 10-ből 3,5-ös, szóval annyira nem biztos, hogy nehéz lesz ez az első pálya. Viszont jajon kéne vigyázni szerintem, hogy a civileket ne lőjük le. Hát azért nem, és akkor én Johnnal szeretnék lenni. Johnnal, vagy tulajdonképpen lehet mind a kettő ember lesz, és akkor itt tudom beállítani, hogy mit hozzak az adott embernek. Hát John, nálad legyen szerintem egy medkit, ha esetleg megsérülnél. Meg legyen a lockpick nálad, meg legyen a flashlight nálad, és más nem is tudok adni neked. Neked tudunk még adni flashlightot és lockpicket. Ennyi igazából. Akkor úgy lehet, hogy a Johnnál lesz medikit, hogyha esetleg bárki megsérül az akció folyamán. Jó van, kezdjük. Okay. Ott már látok valakit, az egy suspect. Itt felettem. Ki maga? Itt a rendőrség! Hey! Ó, tudom, meg tudom mondani a társamnak, hogy maradjon a helyen. Meg tudom őt, aha. Fel a kezekkel! Ez az, felszólítottam! És le kell tartóztatni az ebetűvel. Tudom, ajaj. Tehát az, ha mindenkit lelövök, az nem megoldás, mert rendőr vagyok. Úgyhogy le kell tartóztatnom minél több, úgymond bűnözőt. Jól van, rendben. Ha ide jövök, és... benyomva tartom, és meg ennyi, civil. Ja nem, ő civil volt. Civilt is őrizetbe vettük, még akkor is, ha nem követett el semmit. Jól van! Be fogunk hatolni! Ugye előre nem látom az ellenfeleket a pályán, ott felettem, mert hát az úgy könnyű volna. Éppen ezért a behatolásnál, hogyha rávilágítok az adott területre, akkor veszem észre, hogy van-e bent valaki. Ott van! Aha, ott van az első ellenfél. Ez sem jó, meg kell próbálni feltartani őt. Vagy leütni. Meg elkábítani is tudom. Közel megyek ebbe, oké. Pedig felszólítottam, van-e itt még valaki, nincs senki a szobába. Átmenekült a másik szobába az első, gyanúsítottunk! És nem, megint eltűnt. Aha, elbújnak. Jó, mindegy, ezt felveszem, ez nem tudom mi, evidence, ja ez izé. Mondd már, bizonyíték gyűjtés is van. Egyelőre még nem lőttem senkit, mert nem is akarok, megpróbálom 100%-osra felvinni. Ó, ez mi? Jó, van, megnézzük itt a konyhát. Figyelj, behatolunk a konyhába. Nincs ott senki. Ott van valaki! Ó, ez lőni fog, hallod? Oh my god! Erről nem volt szó, hogy azonnal meghalok, hát ott van rajtam a rohadt nagy iszé golyóhálom elé, mitől haltam meg? És előről a pályát? És most nincs itt a civil. Egy lövésből leterítettek. Hát mindjárt elfelejtem a jó zsarú szerepet, azt mindenkit szétlövök. Hát szó nélkül szétlőtt. Felszólítás nem érdekelte. Esküszöm, le fogom lőni őket, ha még egyszer ez megtörténik, nem érdekel. Hol vagy? Most nem lehet, ott van a... Heads up, ha senki nem foglalkozik vele, hogy heads up. Ennyi volt, s le lettem lőve!
Azonnal lelőttek! Na jó, tudjátok mit? Nem érdekel tovább. Nem érdekel, Trév. Össze kell gyűjtenem, de az a baj, látod, itt írja, hogy össze kell gyűjtenem egy bizonyos pontmennyiséget, hogy kinyíljon majd a következő pálya. Tehát, hogyha én mindenkit szétlövök, akkor kevés pontot kapok, magyarul nem tudok menni majd a második pályára. Magyarul soha nem fogom végigvinni a játékot, ha ezt végig akarom vinni, már pedig nagyon tetszik eddig a játék. Viszont nem gondoltam volna, hogy ezt ennyire taktikásan kell csinálni. Hát leütni próbálnám őket. Hoppá, megvan, megvan. Police brutality, azt írja, oké? Okay? Ő megvan, de ő civil volt. Ja, hát akkor azért tudtam őt. Aha, akkor most várjál, itt is van valami evidence? A evidence, 1000. Aha, itt erre jövünk, itt, nehogy itt átlőjön. Hát nem tudom, hogy mit kell. Először átvizsgálom ezt a területet itt szerintem. Ott van valaki, de az civil. Az civil, jó van, mert zölden jelezte. Most már értem, tehát hogy a zölden jelzi a testét, akkor ő civil. Vajon valaki kiment itt a hátsó kapun, elmenekült, itt van egy motor. Jó van, két civil már letartóztatva. Viszont itt vagyok a folyosón. Mit keres egy motor a... Nem, mindegy, vajon óvatosan. Maradj közel. De te nem akarsz nekem amúgy segíteni, bro? Oké, jó klikkel, ez a covered area. Oké, akkor most te fedezd ezt a területet, én ide benézek. Zárva van ugye, és akkor de én hoztam magammal ám lockpicket, úgyhogy ezt ki tudom lockpickelni. Oh god! Meglőtte a társamat, elintézte, nagyon szép! Azt is lelőtte! Na hát köszi tesó, de nem kellett volna ilyen brutalitást csinálni? Jó, a fegyvert azt ugye össze kell gyűjteni, be kell gyűjteni minden ilyen veszélyes dolgot. Ez is megvan. Jó, ez a szög. Clear! Szoba clear! És ott marad a vérnyomom, de... vagy se a lábnyom. A civil volt! Hallod, meglőttem a civilt! Nem akartam, bocsánat! 3000 pont, nem tudom mennyit kell... Nem igaz! És ott jött még egy! A fenébe! Kijött a következő gyanúsított! A másik szobában kijött az előző gyanúsító, és megint kezdtem elő a pályát, hallod, az első pályát nem fogom végigvinni ebben a videózásban. Hát ez komolyan mondom, nagyon durva, hallod, ez nagyon... Oké, gyanúsított, oké, de ő civil. Oké. Hát na csak azt kéne megtudnom, hogy mennyi pontot kell gyűjtenem ahhoz, hogy okés legyen a pálya. Előre küldöm, figyelj, előre küldöm, és szétlövi az embereket, érted? És ha őt küldeném mindig előre, az hogy nem jó, az hogy nem biztos, hogy jó lenne. Oké, az egy suspect volt. Oké. Jó van, mindegy, ezt még át kéne nézni. Gyere. Oké. Fedezd, légy szíves, fedezd a fenekemet. Open! Hát ez reflexből előttem marad, nem akartam meghalni még egyszer. Jól van, a konyha az clear. Hú, ez nagyon reflex volt. Nem akarok meghalni, az első pályát meg akarom csinálni. 3,5-ös izé... veszélye van a pályának elvileg, hogy elvileg könnyű, de mégsem. Peternek nem könnyű a 3,5-ös pálya, érted? Gyere tesó, gyere kettő. Mi csak kettő jöttünk a helyszíre amúgy, hogyha ez ennyire vesz... Ott van valaki. Oké. Viszont lehet, hogy nem csak túsz van a szobában. Csak túsz van a szobában, jó van, akkor itt megkötözöm. Oké. Hát már 2000 pontom van, ugye ez clear az a szoba, itt még van evidence, ezt felveszem. Oké, vigyá, itt lehet a folyosón vala, ott a folyosón! Ott van, semlegesítenem kell! Á, meglőtt! Jön! Covering érzel, olyan itt lesz. Ezt nem hiszem el! Megint lelőttek a semmiből! Hát ez hihetetlen! Valami taktikát kell kitalálnom! Mert ez nem jó! Jó, figyelj! Oké, cover the area. Kinyitom. Oké, észrevetted? Nagyon jó, de bement a másik szobába, nagyon jó! Oké, most alod! Gyere velem! Figyelj! Menj be! Majd te! Suspect, oké, ő lement! Most már komolyan őt fogom előre küldeni, érted a társamat, de mi van akkor, hogyha meghal, akkor is game over-t kapok, hogyha ő is meghal. Ezt lehet, hogy mégis csak ajá. Menj oda! Óvatosan! Ott van a bent! Ott van bent egy suspect! Ó, pedig megadta magát, de lelőttem.
Na hát ez az, hogy néha meg megadják magukat még a suspectek is. Van még itt valaki ebben a szobában? Jó. Mindegy, hát ez most így alakult, hallod? Most már tényleg nem merek most már egyszerűen felszólítást csinálni, mert azonnal lelőnek. Pedig ő megadta volna magát oda bent az a bűnöző, de egyszerűen nem tudtam mit csinálni. Na mindegy, felveszünk a pisztolyt. Oké. Okay. Kövess engem. És maradj közel hozzám, vagy hogyan kell mondani. Oh. Ott van! Oké, okay, megvan. Oké, okay. Suspect secured. Ő nála nem volt fegyver, szerintem nekem akart jönni, de leütöttem. Oké. Okay. Maradj ott, te maradj ott. És ott fedezd, én meg megyek erről. Megpróbálom megnézni, a budiba van-e valaki. Budiba. Félek, hogy lesz valaki a budiba. Aaaaaah, lelőtte viszontból, nem érdekel! Több pont, ide vagy oda! Most már az életem függ ott, tényleg! Oh shit! Hoppá, ott kijött egy, megpróbált elmenekülni, nagyon szép. Jól tettem, hogy oda tettem a társamat. Be van szárva. Ezt ki kell lockpickolnom. Oké, kinyitottam. Hogyan lehet flashbacket dobni egyébként? Várjál, figyelj. Oh, ott van, be kéne dobni egy flash-t. Nagyon szépen köszönöm, nem ide gondoltam. Inkább tudod mit, én fogok dobni egyet. Flashback dobás! Flashback ebben! Ez az! Hallod, megsebezett a flashback! Oké! Nem tudom mennyi HP-m maradt. Hol mutatja a HP-mat egyébként? Nem tudom, de figyelj, tudod mit? Én azt a medkitet, én szerintem... Nem tudom mennyi HP-m van, jó van, oké. Ja, a képernyő jelzi az HP-mat, oké. Jól van, 3500 ponton van. Gyere ide tesó, inkább te is gyere velem. Gyere inkább te is, mert nem szerintem lesz bent valaki. Ah, oké, túsz. Oké, vagyis hát inkább civil, jobban mondva, és vannak még evidence-ek is itt. Jó, őt megkötözöm. Na, talán meg lesz most az első pálya. Érteni, lassan több mint 10 perc múlva talán meg lesz az első pálya. Gyere velem. És hát még itt viszont lehetnek itt bent ebben a szobában, mert innen kijött az egyik, de... Na viszont ide! Ide kell a segítség. Oké. Okay. Ott van, és azonnal lejött, és boom! Mission finished! Ennyi volt! Azért még összeszedem a pisztolyokat. Hát azért még több pontra van szükség. És csak megcsináltam az első pályát. Várjál, itt van még bent valami? Senki? Nincsen semmi, jól van. Akkor azért szerint semmi evidens, semmi nincs. Enter. Na lássuk az összesítést, hogy tovább fogok-e lépni a következő pályára, vagy nem. Hát az officert ugye megsebeztem, az mindössz 500-at ért. És... nem vettem fel még bizonyos fegyvert, mínusz 1500. Viszont civilt nem sérült meg, és nem is öltem meg civilt. Szóval, hát nem tudom. Összegyűjtöttem a megfelelő pontmennyiséget, hogy kinyisthassam a második pályát, úgyhogy most jön a Stone Roberts Warehouse in Action. És a dispatch megint mondja, hogy mi történt az Armadillo-ban 2.11. Na nézzük csak, 8 darab úgymond gyanúsított, és 3 darab civil, és megint 3,5-ös a pálya. Jó van, nézzük a srácoknak a felszerelését. Flashbanget azt mindenképpen hozom szerintem. A foregrip azt gondolom a lövést könnyíti meg. Viszont akkor nem lesz nálam lockpick. Viszont Ricknek tudom odaadni akkor a lockpicket, de mindegy, én ezt most elhozom magammal, kipróbálom. A meditit azt mindenképpen szeretném vinni. Még egy kis lockpicket hozzá magaddal. Flashbanget és foregripet. Jó, okés. Na, így leszünk akkor igazából. És hát akkor lássuk a következő pályát is. Közben meg van történet is, az a jó egyébként, hogy ez is tetszik a játékból, hogy ahhoz képest, hogy ilyen pályákat kell végigvinni, meg pontokért, meg többször kell végigvinni a pályákat, hogy összegyűjt a pontokat. Onnantól kezdve tök jó egyébként, hogy van története is egyébként erről a két rendőr tesóról vagy barátról. Akkor mehet a behatolás, mehet. Ott vannak bent, oké, az átment a másik szobába, semmi baj. Maradj hozzám közel, még ebben a szobában lehetnek. Jó, egyelőre üres, ott van egy. Evidens, azt felvesszük, oké, akkor ez a szoba üres, oké. Nézzük meg, hát nem tudom, nézzük meg ezt a szobát. Ott van valaki. Hé, civil!
Jó, azt lelövöm. Ó, a fenébe, nem kellett volna, nem tudom miért kaptam mínusz 500 pontot. Nem tudom, őt lehet, meg lehetett volna győzni arról, hogy ne kelljen őt lőnöm. Hát nem tudom, viszont annyira a reflexből lelőttem. Erre elfutott egy civil. Még egy civil, két civil is van itt. Mindegy, ezeket szépen le is tartóztattuk. Jó, hát a mínusz 500-ból lett 1250 pontom. Alright, let's do this. Akkor megyek inkább erre, itt vagyok itt a nagy raktár. De ide szerintem dobok be egy flashit. Ó, nagyon, ide kell a flashi, ide kell a flashi. Ó, meglőtték a tesót. Tuti vannak még benne, tuti. Hát ezt egy flashbanggel is meg lehetett volna szerintem oldani, de mindegy most már. Jól van, ez az ajtó be van zárva. Ezt minek lockpikoljam ki? Ha kapó, mondjuk nem, nincs is nálam lockpik, nem hoztam magam lockpiket, szóval tesónál van a lockpik. Hogyha meghal, meg ki sem tudom nyitni a zárt ajtókat, akkor? Nem tudom. Először ezt nézzük meg itt, hogy van itt, jó, nincs senki, akkor erre még lehet. Oké, okay, ott volt egy. Ajaj, ott van bent valaki abban a szobában, ki fog jönni szerintem a hangra. Fú, de agyon lőttem. Hát nem lesz egy fantasztikus pontszámom, meg izé. Ajaj. Ott van bent. Flashbang, flashbang. Ne jön ki rám! Kapta a flasht? Dehogy kapta? A fenébe! Na ki jött rám a csávó? Kezdhetem előre a pályát, van semmi baj. Jó, hát kicsit, ó, ezt ki kéne lock... bro, tudnál nekem segíteni? Légy szíves. Mert nem nálam van. Oké, megvan. Készülj. Ott van. Ő rá nem lehet hatni? Jó, átfutott a másik szobába. Ez itt egy túsz, az gyorsan... Oké, megvan. Itt nincsen semmi evidens. Jó, oké, rendben, tovább. Idáj. Idáj, légy szíves. Ide. Nem lőni akartam, de mindegy. Legalább meghallották, mindjárt ránk rásolnak. Bedobok egy flashbanget szerintem. Nem tudom, úgy érzem, hogy ide most kell a flashbang. Oké, bedobtam. Most be! Ó, látod? Ott volt az egyik izé. Gyalúsított, meg egy túszszal. Nagyon szép, ez most így nagyon jó kis pontot hozott. Jó, itt még van még egy túsz. Gyere közbetes. Oké, okay, most egyelőre teszek itt egy kört. Ő nem akar lemenni a földre? Ajaj, lőni fog. Lőni fog rám. Jó, ide is egy flash kell, hallod? Nem akarom meg... De és erre rám rásolj! Tesz, ennyi voltam a tesóm meg így! Billy? Vagy Jimmy? Vagy Jack? Vagy nem tudom, hogy hívnak? Áááá, senkit megöltek! A fenébe, jó van srácok, én azt mondom, hogy itt befejezem az első rendőrsztori részt. Ha tetszett a játék, írjátok meg mindenféleképpen a komment szekcióban. Egyébként Steamen elérhető és Nintendo Switchen elérhető a játék. Ha tetszett nektek, akkor szerezzétek be és játszátok. Nekem nagyon bejön a játék. Írjátok meg a komment szekcióban, hogy legyen a második rész. Tényleg nagyon érdekel a visszajelzésetek. Szeretnék minél több koncepciót hozni a csatornára, nem csak mindig ugyanarról csinálni videót, mert tudom, hogy van egy réteg, amit nagyon szerettek, de viszont szeretnék új játékokat is, illetve új dolgokat is, új videókat gyártani nektek. Szeretnék egy kicsit frissülni, nem mindig az ugyanaz az koncepcióval foglalkozó ember lenni, mert szerintem a csatorna az mindig ilyen összevisszaság volt. Na szóval tudjátok ti, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, maradjatok velem a következő videóban, addig is maradjatok kokon, és használjátok a kokon és sapkákat, és találkozunk a következő videóban. Hello!